Vendégünk a stúdióban Pokorni Lia, aki a tavalyi nagy duettben dobogós helyen végzett, és Berecki Zoltán az első évad második helyezettje, akinek munkakapcsolatuk barátsággá kovácsolódott. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt! Akkor tart ez a barátság még mindig ezek szerint. Tart, igen. Meg annyira, hogy még munkakapcsolatban is tudtunk maradni, tehát, hogy... Szerintem ez csak házasság esetében kizáró tény. Nem feltétlenül, egyáltalán nem. Egyébként egy ilyen munka elég sok súrlódással jár. Hát azért mégiscsak az ember állandó olyan erős koncentrációban van, ami azért feltételez egyfajta, hát nem is a szenvedélyt, amit jó esetben termékenyé tudunk tenni, rossz esetben meg konfliktusokhoz vezet, de hál' Istennek a mi esetünkben azért ez mindig nagyon termékeny. Na, hogyha már a duettel vezette föl Pisti ezt a beszélgetést, akkor egy picit arról beszéljünk, hogy mit szóltok a mostani szériához. Vagy néztétek egyáltalán? Keves, most visszanézni, mert 1.336.000-en nézték. Nem, mi visszanézni tudtuk, mert aznap este előadásaink vannak, meg fellépéseink. Pontosan tudjuk, hogy ez a műsor mekkora nagy feladat. Én nem tudom, hogy azok számára, akik profik, vagy nekünk, akik amatőrök voltunk. Én tudom, hogy micsoda munka és felkészülés. És nekem kedvencem is van, jó, mondjuk nekem énekes kedvencem van, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ami iszonyú fontos, hogy nem azt kell megmutatni ebben a műsorban, amit nem tudunk, hanem azt, amit igen, nekünk, amatőröknek, most ebben a helyzetben én is az voltam. Tehát szerintem az alázat az iszonyú fontos, mert az, hogy nem tudunk énekelni, az adott. Igen. De az, hogy az ember hogy tudja saját korlátozni. Szorgalommal hogy hozott be. Igen, szerintem ez nagyon fontos. Ez a nagy kérdés. Tegnap a Krisztián mondta, itt a Belki Krisztián mondta reggel, ugye, hogy gyakorlatilag külön kell választani azt a történetet, hogy most aki tud énekelni, az azt tudja megmutatni, és úgy próbál szórakoztatni, aki pedig nem tud énekelni, pedig szórakoztat. Egyetértetek ezzel? Én azzal értek egyet, hogy azzal az ember, tehát azt nem kell odavinni, amit nem tudunk. Tehát, hogy az, én de az a Bukit azért szerettem, talán mindenki elkezdett mosolyogni, hogy milyen bájos a hamisan énekel, de ő nem elégedett meg ezzel tavaly. Ő kőkeményen dolgozott, és azt éreztem, hogy a verseny nem köztünk volt szereplők közt, hanem saját magunkkal. Igen. Hogy azon is még több koreográfián, még inkább, és hogy a minőséget hogy tudjuk tartani. Mondott, hogy minőséges, közben térden áll a rázad a helyzét. Én ilyet az életben nem csináltam. Itt először, aztán válik. Milyen jó, hogy vannak róla igen bizonyítékaink. Mielőtt elmegyünk a pátoszba, azért nézzünk, vessünk egy pillantást. A nőstény ördög. Nem, de ez nagyon, tehát ettől függetlenül én is azt gondolom, hogy nagyon színvonalas produkciókat csináltak a Liáék, és mi is egyébként arra törekedtünk annak idején a Marianna, hogy ezt a vonalat vigyük, és kihozzuk egymásból ebből a szempontból a maximumot. És mi az, ami most együtt dolgoztok? Még egy picit azért látunk itt téged is, hogyha már említettük, hogy te is nagy duett. Ezt nagyon szerettem, igen, ez a Survivor. Szóval pillanatfelvétel, ez a darabunk címe. Ez egy picit más, mint a nagy duett féle lüktetés. Igen. Ez egy napjainkban játszott történet. A Lia egy fotóst, egy haditudósító fotóst játszik, aki megsebesül Szíriában. Fölrobban mellett egy gránát, és a fél oldala mindenféle sérülésekkel van tele. És aztán egy jó ideig kórházban van, és én, mint a férje, hazaszállítom. És ott kapcsolódunk be a történetbe, amikor először újra belépnek a közös lakásukba. Uh-huh. És hát megpróbálják ezeket a darabokat, ezeket a szilánkokat fizikailag is és lelkileg is elkezdeni kiszedni ebből a dologból, ebből a kapcsolatból, amit tulajdonképpen felrobbantott az a gránát. Van két játszótársunk ebben a dologban, Serej Zoltán és Földes Eszter. Ők játsszák a mi kettőnk közös barátait, munkatársait. Neked milyen ez a szereplő?
Nagyon érdekes, mert két női figura is tulajdonképpen a nőiségről, az, hogy mit jelent nőnek lenni, hogy az anyaság, a karrier, az, hogy bátornak lenni egy nőnek, vagy mi a bátorság, hogy családot vállalok, vagy egyszerűen harcolok azért, hogy a világban annyi minden történik, és ezért feláldozom az életem, tehát nagyon-nagyon sok mindent feszeget ez a darab. Az, hogy mennyire fogjuk be a fülünket és a szemünket, hogy történik most már nem is olyan távol a világban tőlünk egy csomó-csomó dolog, és ezzel mit kell kezdenünk, vagy egyáltalán csak arra figyeljünk, hogy a kis életünkben rendet tegyünk, vagy... És az benne a gyönyörű, hogy a darab inkább kérdéseket tesz fel, és nem ítéletet nem. mond, hogy mi a jó, meg a mi a nem jó. És az a jó, hogy mi is folyamatosan gondolkodunk azon, hogy mi hol tartunk, vagy azon a skálán én nőként, anyaként, asszonyként hova helyezem magam, vagy tulajdonképpen mi az én feladatom ebben a nagyvilágban, ez nagyon-nagyon fontos. Meg a társaink, a férfiak, hogy az oldalunkon, vagy az ő oldalukon, hogyan is tudunk és hogyan is kellene részt vennünk, ez nagyon-nagyon érdekes. Ez tehát a pillanat fel. Szóval nem nagyon mondhatunk többet a dologról, mert ugye pont a fordulatokat lőnénk le. Nem is nagyon tudtok, mert lejárt az idő. Nagyon sok sikert nektek. Köszönjük szépen.